A Paks 2 projekt jelenleg több mint 300 engedéllyel rendelkezik, ezek közül kiemelt jelentőséggel bír a környezetvédelmi, a telephely, az előzetes vízjogi, a villamos energiarendszerhez való csatlakozási engedély. Ezek túl azon, hogy engedélyek, a tervezéshez használható alapadatokat is tartalmazzák. Ezek az engedélyek azért is szükségesek ebben a fázisban, mert túl azon, hogy engedélyek, ezek alapadatok, alapinformációk. Úgy is hívjuk mi azt, hogy tervezési alapadatok, amelyeket a beruházó fővállalkozójának odaadjuk a kiindulásként, és a terveket ez alapján kell, hogy elkészítse. Az atomerőművek életciklusának egyik fontos szakasza az előkészítési fázis, amely a létesítési engedélykérelem megszerzésével zárul. Ez az atomerőműépítés legkomplexebb engedélyezési folyamata. Horváth Miklós azt mondta, az ő adatszolgáltatásuk alapján az orosz fél elkészít egy műszaki tervet, amelyből közösen egy biztonsági jelentést állítanak össze. A munkát több száz magyar és orosz műszaki szakember, mérnök végzi. Az így elkészült biztonsági jelentés számos egyéb csatlakozó dokumentummal együtt alkotja a létesítési engedélykérelmet, amelynek benyújtása fontos mérföldkő a projektben. Nyilván a más engedélyek is kellenek hozzá, és még a kivitelezéshez is kell számos engedély, de a létesítési engedélykérelem és annak a pozitív elbírálása az egy olyan mérföldkő, ami alapvetően meghatároz mindent. A munka részleteiről a Paks 2 ZRT vezérigazgató helyettese azt mondta, hogy az adott technológiát a telephely adottságaihoz, a magyar szabványokhoz és jogszabályi környezethez kell igazítani. Hozzátette, az atomenergetikában az úgynevezett első beton beöntését szokás a fizikai munkálatok indításaként említeni, de a tényleges munkálatok a Paks 2 projektben elindultak, elkészült az a transformátorállomás, amely villamos energiát biztosít az építkezéshez, illetve június 20-án megkezdődött a beruházás felvonulási területén az első épületek kivitelezése.